Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A terézvárosi napközis táborban immár második hete zajlik az élet. A pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a diákok életre szóló élményeket szerezhessenek. Persze a szórakozás mellett a fejlődés és a tanulás is cél. Így kreatív készségfejlesztő feladatokat is kaptak a diákok. Stábunk az állatkerti séta alkalmával látogatta meg a kézműves csoportot. Tekintsünk meg most egy kis összefoglalót az eseményről. A fővárosi állat- és növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje, hiszen 150 éves múltra tekint vissza. Az alapító atyák között volt Szabó József geológus, Kubinyi Ágoston, a Nemzeti Múzeum igazgatója, Gerendai József, a fűvészkert igazgatója, és legfőképpen Xántusz János, aki ekkorra már elismert zoológus és etnográfus volt. A fővárosi állat- és növénykert 2016-ban ünnepelte megnyitásának 150. évfordulóját. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy még nagyszerűbbé varázsolják ezt a városligeti csodavilágot. Az intézmény történetében először területileg is bővült az állatkert, ami azért is időszerű, mert az elmúlt évtizedek során az eredeti terület egyharmadát fokozatosan elcsatolták. Most viszont lehetőség van a terjeszkedésre is. Itt egy másodpercre sem lehet unatkozni. Napjában több tucat különböző program várja szikrázó napsütésben, ugyanúgy, mint hóhullásban a látogatókat. Vannak állatbemutatók, előadások, látványetetések, állati találkozások is, a szabadban és fedett helyen egyaránt. Itt vagyunk az állatkertben. Miket láttatok eddig, és miért szerettetek az állatokat? Hát, mert minden faj különböző, és mert minden fajnak van egy különlegessége. Most éppen a vadkutyák előtt állunk, vagy mögött. Miről híres a vadkutya Terézvárosban? A vadkutya arról híres, ugye, mert az önkormányzat a 6. kerületben örökbe fogadta egy vadkutyát itt az állatkertben. És te tudsz róluk azért egy pár mondatot is. Igen, a vadkutyák, ugye a falka neveli az egész kicsit, ugye, hogyha van, etetik, meg gondoskodnak róla, és ezek a vadkutyák ott élnek a Himaláján, és 4000 méterig szoktak fölmerészkedni, és amikor elmennek vadászni, ugye, akkor a kicsit nem tartanak velük, hanem vannak ilyen úgynevezett ovónéni vadkutyák, akik vigyáznak rájuk, őket onnan lehet felismerni, hogy egy kicsit világosabb a szőrüknek a színe. Hihetetlen, és ezt te honnan tudod? Itt volt egy kis tábla, amiről elolvastam. Hát ezt még megjegyezni is nagyon nagy dolog. Neked melyik a kedvenc állatod, és szerintem miért fontos az állattartás? Hát nekem a kígyó a kedvenc állatom, és azért fontos az állattartás, mert közelebbről megismerheted ugye az állatokat, és mert van egy olyan társad, aki kitart melletted, és
Hát gondoskodhatsz róla. Ha már a napközis tábor keretében jöttetek ki, milyen programok voltak még a táborban? Elmentünk tegnap moziba, és csináltunk hétfőn egy csirkét. És meg volt szerintem más program is. Mi volt az? Melyik volt a kedvenced eddig? Nekem még mindig az állatkert volt a kedvencem, mert nagyon szeretek ide jönni. Hát egy újabb helyszíne vagyunk itt az állatkertben, nevezetesen a zsiráfetetőben. Szerinted miért fontos az állatkert? Azért, hogy az emberek lássanak olyan állatokat, amiket ebbe a országban nem láthatnának. Mindenféle érdekes dolgot tanulnak az állatokról. Napközis táborból jöttetek ki, és állatolátogatói vagytok az állatkertnek, és te mind földrajz, biológia szakos tanár, nagyon fontosnak tartod az állatok szeretetét és megismertetését. Ez így van, hiszen ahogy Jászmin elmondta, nem mindig találkozunk ilyen állatokkal, mint a zsiráf, tehát kevés embernek adatik meg, hogy a saját élőhelyén ismerje meg, és a tanítás szempontjából fontos, hiszen egy természetvédelmi terület is az állatkert, és nagyon fontos környezeti nevelést lát el. Azon kívül ugye ne felejtsük el, hogy az állatkertek között együttműködési szerződések vannak, hogy a genetikai állományt meg tudják őrizni. Az iménti interjúmban megcsapta a fülemet, hogy nem csak terézvárosiak vannak bent a napközis táborban. Jó híre van a terézvárosi napközis tábornak, és így külső kerületekből is van egy-két gyerek, akik szívesen befizetnek és jól érzik magukat a kézműves csoportban különösen. Thank you.
vége az állatkerti sétának. Mit tetszett a legjobban, mi volt a legnagyobb élmény ma? Nekem a szurikáták tetszettek. Miért éppen a szurikáták, miért szereted azokat az állatokat? Mert olyan kis kicsik és cukik. Véget ért az állatkerti séta. Milyen állatokat láttatok, mi tetszett a legjobban nektek? Nem. Nekem a vadkutya. És a fóka, meg a pingvin. És még milyen állatokat néztetek meg? Hol álltatok meg? Mi volt a sláger? Ilyen tapizós kaponyákat nézegettünk, meg állatszőröket. Szerintetek miért fontos az állattartás? Miért szeretjük az állatokat? Azért, hogy ők is szeressenek minket, meg azért is, hogy ne pusztuljanak el olyan könnyen. Azért, hogy gondoskodjunk róla, és kapjanak szeretetet. A tábor második hetében is érdekes programokon vettek részt a gyerekek. A buszos kirándulásra két csoport indult, ők Visegrádon jártak bobozni. Két másik csoport pedig pénteken eljutott a Tarzan parkba. A kézművesek a millenárison csodaszép gipszet festettek. A zenés torna résztvevői néptáncoktatásban is részesültek a Budapesti Művelődési Központban. A sportosok focizni voltak az Angyalföldi Sportközpontban. Jártak a gyerekek a sportpontban, a Benczúr kertben, a moziban megnézték a Lengemeség című animációs filmet. Volt tábori gyöngyözés a kézműves csoport szervezésében, valamint röplabda bemutató is, amelyet egy mozgássérült szülő vezetett.